évtizedes hagyomány már Tolnán, hogy a nagycsaládosok egyesülete a farsangi időszakban még a böjt megkezdése előtt jelmezes bált rendez a tagjainak. Idén sem volt ez másként, kicsik és nagyok ezúttal is együtt tűzték el a telet a Mözsi Művelődési Házban. A mai este kicsit megtizedelte sajnos a betegség a létszámunkat, de a megszokott 60-70 fő jött volna, hogyha nem jönnek közbe a betegségek, illetve ma egy meglepetés számmal kedveskedtünk a családjainknak. Paksi Vetővirág Együttes Citere Zenekar ad egy műsort, és utána kezdődik majd a bál. És ha már jelmezbálban voltunk, muszáj volt megkérdezni, hogy az egyesület elnöke minek is öltözött be idén. Most Ludas Manyi szerepével ropom a táncot. Ez a 22. nagycsaládos farsangunk. Minden alkalommal beöltöztem, és most már nagyon nehéz volt kitalálni, hogy még mi nem voltam, de úgy gondoltam, hogy egy pedagógus, mivel tegnap a gyerekeknél is bálunk volt, valami olyanba öltözön, amivel tanítja a gyerekeket, és Ludas Matyit majd tanulni fogjuk, ezért gondoltam, hogy én most Ludas Manyi leszek. A Ludammal volt nagy baj, mert hogy állandóan, tehát egész éjjel a délután a hónom alatt fogni ezt a drága Ludat, ez nehéz feladat lett volna, és a párom mondta, hogy anya, van lenne egy kosár, a szuteriba fölhoztam, beletettem, és most így fogja végig táncolni velem az éjszakát. A Művelődési Házban tovább indulva aztán egészen élethű és olykor megdöbbentő jelmezeket is láttunk. Az egyik lányom a fiaival ad egy csontváz család, a nagyobbik unokám a barátnőjével szintén csontváz lányok, van egy tini ninjánk és egy Batmanünk. Hárman jöttük most, csak az egyik gyerek jött velünk. A férjemmel beöltöztünk itt párba. Ő is kábolynak között, én meg hozzápróbáltam, hogy jelmezemet összehozni. Úgyhogy minden évben el szoktunk jönni. Szeretjük ezt az egy bált, mert legalább egy kicsit kimozdulunk, táncolunk. Ezen a bálon bizony néhány egészen szokatlan jelmezőszállítást is bemutattak a vendégek. Ott volt például egy igazi orvos is. Most érkeztem, úgyhogy még nem sikerült végigvizsgáljam a társaságot, de remélem, hogy nem lesz gond. De egyébként készültem, hogy megmutathatom, hogy a táskám mit rejt. Köszönjük. Ugye hoztam inekciós tűt, baj esetére. Az ne legyen. Ez kizárólag a fiúknak, hogyha műtétre kerül sor, akkor haltató. Ha valakinek alacsony a vérnyomása, például a hölgyeknek, akkor ez az alacsony vérnyomása a hölgyeknek, ugyanez az uraknak alacsony vérnyomás. Hoztam magas vérnyomás ellen is. Ez a tévéből a jól bevált kenőcs, ez az antivakarin. És van még egy, hogyha valaki elájul, akkor repülősót is hoztam. Reméljük egyikre se került sor. A farsangi bál az év első jelentős eseménye a tolnai nagycsaládos közösség éves program tervében. Ezért ilyenkor szoktunk arról is beszélni, hogy mik a közösség tervei 2019-re. Február első csütörtökén, február 7-én volt az éves közgyűlésünk, ahol elfogadtuk az éves programjainkat is. Tehát most februárban tartjuk a farsangi bált, aztán márciusban csatlakozunk a város által is támogatott Teszed szemétgyűjtési akcióhoz. Idén Kalocsa ad otthont a régiós nagycsaládos találkozónak, oda megyünk június 22-én. Úgymond különlegesség, hogy most nem kenuzni fogunk menni augusztusban, hanem szeretnénk megkerülni kerékpárral a Balatont, azt kezdtük el szervezni. Szeptember 14-15-én lesz az országos nagycsaládos találkozó Szentendrén, oda is megyünk, szintén szervezés alatt van, mert szállást kell foglalni, busz kell foglalni, aztán már szinte ősznél vagyunk, utána majd készülünk egy őszi túrát szeretnénk, de ez mindig időjárás függvénye volt, amikor sajnos már elmaradt, illetve még elfelejtettem, de május-júniusban az is időjárás függő gyereknapot fogunk tartani, illetve sportnapot,
köszöntjük, és akkor decemberben majd jön a nagy szakállú, és köszöntjük már hagyományként a egyesületünkből azokat a gyerekeket, akik első osztályosok lesznek 2019. szeptemberében. A mi fő célkitűzésünk az, és azt hiszem azért a 22 év alatt ezt bebizonyítottuk, hogy segítsük egymást. De ne csak egymást, tehát a családjaink, a gyerekeinket, hanem úgymond a mi tevékenységünk által másokat is. Erre én azt hiszem egy nagyon jó példa. Múlt héten hoztunk Kisvelkéről 100 forintért almát, de ezzel segítettünk egy családot, mert több mint 230 kiló almát vettünk. Mi meg úgy segítettük a tagjainkat, tehát hogy olcsón juthattak almához, illetve az úti költséget, amiért egy család elhozta nekünk, mert nagyobb autó kellett, kifizette az egyesület. Tehát mi mindig így gondolkodunk, illetve megpróbálunk nagy hangsúlyt feszíteni az 1% begyűjtésére. Most az egyik szemem sír, a másik nevet. A nevet azért, mert a családi adókedvezményt, hála Isten, nagyon sokan igénybe tudják venni tőlünk. Ez azt jelenti, hogy ők ugye nem adóznak, de akkor 1%-ot sem tudnak felajánlani az egyesületnek. A másik szemem azért sír, mert nagyon megnehezíti ez a dolgunkat, de nem estünk kétségbe, hanem megpróbálunk olyan személyeket megkeresni, és ezre nagyon kértem az egyesület tagjait is, akik nem részesülnek a családi adókedvezménybe, tehát fel tudják ajánlani az 1%-ukat, és ha egyet értenek a célkitűzéseinkkel, a munkánkkal, az életszemléletünkkel, akkor kérjük, hogy támogassanak bennünket. A város egyik legaktívabb egyesületének tehát a következő hónapokban is biztos kezekben lesz a sorsa. A farsangi bál egyébként késő éjszakáig tartott.